Már többször tartottak lakossági fórumot a Tüskös Park jövőbeni fejlesztése kapcsán. Domonyi László polgármester, valamint az önkormányzati képviselők személyesen egyeztettek az ott élőkkel arról, hogy milyen funkciója legyen a felújítás után a parknak. Ehhez kapcsolódóan már látványtervek is elkészültek, melyeket majd ismét lakossági fórumon szeretnének bemutatni az érdeklődőknek. A tervezési munka tulajdonképpen a mi koncepciónk szerint elkészült, de mivel a pandémiás helyzet hozta ezt az érdekes szituációt, ezért az utolsó lakossági fórum a kivitelezés elkezdése előtt még hátra van. Nagyon várjuk azt, hogy feloldódjon ez a helyzet. A parkban fedett közösségi teret is szeretnének majd létesíteni, melyek kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást az önkormányzat már elindította. Ennek lezárultával heteken belül a kivitelezés is elindulhat majd. A Tüskös Park kapcsán kialakult társadalmi összefogásból a Kiskörös Városért Alapítvány is kivette a részét. Ők fogják fogadni a lakossági támogatásokat, amit a lakosság és a vállalkozók is szánnak erre a parkra. Azt is tudni kell a dologról, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy amit a lakosság támogatásként beutal erre a számlaszámra, azt majd ő megduplázza, tehát dupla a korösszeggel fogunk tudni gazdálkodni. Tulajdonképpen nagyon fontos szerep ez, hiszen így a pénz nem kérdőjeles, hogy ide kerül vagy nem. A Kiskörös Városért Alapítvány kuratóriuma az év elejé megbeszélésén eldöntötte, hogy ez évben a városban történő infrastruktúrális fejlesztések támogatása kapcsán a Tüskös Parkot fogja prioritásként kezelni. Ungvári Ferenc képviselő úr keresett meg minket, és mint hogy a nevünkben is szerepel, hogy Kiskörös Városért alapítvány, ezért mindig örömmel fogadjuk az olyan megkereséseket, ami a városért, a város szépítéséért, megújulásáért ö, történik. Ö, megkeresett minket azzal, hogy az alapítványon keresztül a magánszemélyek és a cégek, akik szeretnének hozzájárulni pénzadományjal ahhoz, hogy ez a park igazán olyan szép legyen, én már láttam a terveket, az alapítványunkon keresztül fizethessen be támogatást. Aki támogatni szeretné a kezdeményezést, az felajánlását a Kiskörös Városért Alapítvány számla számára tudja célzottan eljutatni azt. Az alapítvány azt kéri, hogy az utaláskor a megjegyzés rovatba mindenképp tüntessék fel, hogy az összeget a Tüskös Park felújítására szánják tulajdonképpen a mai naptól, tehát jelen pillanattól várja az alapítvány az adományokat, és hát amíg a park el nem készül, ez egy hosszabb folyamat lesz, folyamatosan várjuk a lakosság és a cégek nagylelkű felajánlásait. Kiskörös Városért Alapítvány számlaszemet megtalálják a város honlapján a www.kiskörös.hu oldalon, vagy az alapítvány közösségi oldalán.